Vedres István reformkori tudós építés születésének 250. évfordulója alkalmából díjat alapítottak tavaly, amelyet a szakma kiváló művelőinek ítéltek oda most a második alkalommal. A díjat alapító 4 Csongrád megyei szervezet, a Kereskedelmi és Iparkamara, a Mérnöki Kamara, az Urbanisztikai Egyesület, valamint az Építész Kamara elnökei adták át az elismeréseket. Csada László, dr. Körmöci Ernő és Nagy Imre kollégák a kitüntetettek, mindhárman több évtizedes helyi vagy Csongrád megyei tapasztalattal, elismertséggel és hát olyan erényekkel rendelkeznek, amelyre a nem politikai zsűri úgy gondolta, hogy érdemessé teszi őket az elismerésre. A konferencián az előadások mellett természetesen az építészet és az építészek helyzetéről, a munkájukat meghatározó körülményekről is beszéltek. Gyakorlatilag most árversennyel kapja meg egy-egy tervező a munkáját, ami teljesen nonsens. Gondoljunk bele abba, hogy egy meg nem született, még fejben ki nem talált gondolatot megversenyeztetünk árban. Tehát ez gyakorlatilag egy vicc kategória, elképzelhetetlen olyan szellemi tevékenységet pénzben mérni előre, aminél még azt se tudjuk, hogy valójában mi fog megszületni és mi fog történni. A rendezvényen bemutatták a Dóm nagyszabású felújítását, amely nemrég ért véget, és az Eli Inkubátorház építészeti megoldásait. Mindkét szegedi építkezés különleges a saját szakterületén, és a város életében is fontos a szerepük.